Jó estét kívánok! Vasárnap érvénytelenül zárult a népszavazás, amelyet a kormány kezdeményezett a kötelező betelepítési kvóta ellen. Valamivel több mint 40%-nyi érvényes szavazat volt, több mint 50% kellett volna. Erről fogunk beszélgetni Katona Péter szociológussal a Szeged Tudományi Egyetemről. Jó estét kívánok! Szabóczi Szilárd délmagyaros kollégával foglalkozunk. Szóval azt hiszem, hogy kitűnő eredmény született, mert mindenki nyert. Hát a párhuzamos valóság, a párhuzamos mátrix ebben az esetben működik. Tehát én szerintem a társadalom nem nyert, mert megosztottabb, és nem lett jobb Magyarország a népszavazás után. Hát aki úgy érzi, hogy nyert, hát Istenem, érezze úgy. Én nem érzem úgy. Tanár úr, milyen lehet, vagy mit gondol, milyen a megítélésünk külföldön ezután a népszavazás után? Mert egyrészt érvénytelen, másrészt meg ott van a 3,2 millió nem szavazat. Én ahogy néztem a híreket, vegyes. Tehát némileg a párthovatartozás is szerepet játszik a dologban. Az osztrák külpolitika az eléggé lojálisnak tűnik a magyar kormány iránt. A vezető sajtó, a véleményformáló sajtó az azért inkább fanyalog az egész dolgban. Ugyanaz van, mint itthon, hogy mindenki azt értékeli belőle, ami neki jó. Így van, tehát a fél pohár víznél ott el lehet azt dönteni, hogy most ez jó, hogy félig van a pohár, vagy pedig az lett volna jó, hogyha teljesen tele van, vagy örüljünk, hogy van benne víz egyáltalán. Most azért valami mégiscsak látszik, vagy valamilyen folyamatok látszanak abból, hogy 40%-nál valamivel több ment el, és hogy elég sokan otthon maradtak. Hát egyrészt a választójoggal rendelkező emberek egy része az nem szokott politikailag aktív lenni, tehát 30-40%. Nem szokott politikailag aktív lenni, másrészt pedig hát azoknak, akik nem értettek egyet ezzel a népszavazással, hát amúgy hát eléggé korlátozott kommunikációs lehetőségei voltak arra, de hogy ezt kifejezzék, és itt most tulajdonképpen a még úgy relatíve a legnagyobb hatékonysággal a kétfarkú kutyapárt dolgozott. Az elnök egyébként hozzánk járt szociológiai szakra, de járt hozzám jobbikos is, meg fideszes is. Tehát igen, ez kétségtelen, hogy ő rendkívül kreatívak. Nagyon kreatívak voltak, és hát tulajdonképpen állítólag 30 misikét sikerült összekalapozniuk erre a dologra, és azért sok ember figyelmét, hát a kisebb méretű, de tulajdonképpen ironikus plakátok jobban felkeltették, mint adott esetben a hivatalos plakátok. Tanár úr, a szociológusnak mit mond, mutat az az aránypár, ami a falu-város viszonylatban mutatkozott itt a szavazáson? Engem egy kicsit a dolog az angol Brexitre emlékeztet, ugyanis az angol népszavazásnál, amely ugye az unióba való kilépésre irányult, ott a Brexit pártiak azok hát döntően kisebb településen élő emberek voltak, idős emberek, illetve viszonylag alacsony iskolai végzettségű emberek. Tehát azt mondták, hogy könnyen félrevezethető emberek. Tulajdonképpen azért az iskolázottság sok minden ellen nyújt védelmet, habár nyilván nagyon sok magasan képzett ember is szavazott nemmel természetesen ezen a népszavazáson, de azért az érdekes dolog, mert azonnal megjelent a jobboldali sajtóba az, hogy például Szegeden a polgármester úgymond felszólította az embereit, hogy ne menjenek el szavazni. Hát ekkora hatalommal nem bír egy polgármester, és megnézzük, akkor azért fideszes irányítású nagyvárosokban is azért szerényebb volt a részvétel. Egyes budapesti kerületekről nem is beszélve, ugye a sajtó pont kiemeli, hát Kocsis Máté vezető fideszes politikus és polgármesternek a kerületét, ahol még a házmesternek, meg a közös képviselőnek is ki volt adva, hogy mit kell csinálni, és ehhez képest rendkívül visszafogott volt a jelenlétiket. Voltak olyan előzetes hírek, hogy Orbán Viktor kiadta, hogy mindenhol, ahol nem lesz 50%, hogy súlyos következményei lesznek, mondjuk a választókerületi elnök meg a polgármester, ne számítson jóra, lehetnek. Folyhat vér a Fideszben? Én nem gondolnám, mert akkor tulajdonképpen az egész tábort le kéne váltani. Én megnéztem az adatokat, hogy 50%
Vakon egy picit fölüli részvétel az Győr-Sopron és Vas megyében történt és az egész országban. Hódmezővásárhely, Vakon. De hát mondjuk, hogyha megyei szinten nézzük, akkor, és talán, de a szerkesztő urak biztos kijavítanak engem, hogyha rosszul emlékszem, hogy talán, mint hogyha Röszkén és Ásotthalmon se lépte volna. Nem, 47-46 százalékot, pedig azért Röszke és Ásotthalom a tavalyi vonulásban igen markásan érintett volt. Látott menekültet? Hát ők láttak, a magyarok többsége. Ez egyébként érdekes volt ilyen szempontból, hogy a dunántúli falvakban, ahol talán még külföldit sem láttak, nemhogy migránst, ott magas volt a részvétel és a nemek aránya. Ott pedig, ahol határ mentén élünk, ott meg 50%-ot se. Mondjuk ez lehet, hogy további elemzést igényel, mondjuk azért a kis településeknél nekem van egy másik tippem. Na. Tehát a kis településeknél a személyes ismertség az jóval nagyobb mértékű, mint egy nagyvárosnál, és ha mondjuk egy kis településen a polgármester beleáll ebbe a dologba, hogy nem el kell szavazni, stb., akkor egyrészt ott az is kínosabb, hogyha nem megy el az ember, mert ha Szegeden nem megy el valaki, hát kit érdekel, ha nem megy el valaki. De azért, ki tud róla? De egy kis településen ezt jobban számon lehet tartani, hogyha... Erre volt Gyógyír, ugye, az érvénytelen szavazat. Azt ajánlották, hogy aki mondjuk fél attól, hogy őt hátrányéri azért, mert nem ment el, az menjen el és szavazon érvénytelenül. Ez mennyire jó? Igen, de egy kis településen azért nagyon kevés a szavazó. Tehát ott azért az érvénytelen szavazat is föltönőbb, és adott esetben hát nagy lehet az egzisztenciális függés a település népességének egy része szempontjából, mondjuk a polgármesteri hivataltól. Itt gondoljunk például a közmunkára, mint egyetlen megélhetési lehetőségre, hogyha nagyon gonosz akarok lenni. Világos. Most akkor legyünk másban is gonoszak, ugye voltak olyan félelmek, hogy a kormánypártok csalni fognak. Nagyon sok választókerületben nem volt ellenzéki szavazatszámláló. Végül is úgy tűnik, hogy nem volt semmi ilyen kísérlet. Igen, hát egy ilyen helyzetben azért megjelennek gyanakvó reakciók. Szerintem ebből a szempontból a választás lebonyolító apparátus jól teljesített. Mondjuk azon én egy picit csodálkoztam, hogy az ellenzéki pártok nem voltak aktívabbak a szavazatszámláló bizottsági tagságnál. Hát igen, azért Szegeden hozzátartozik, hogy a 107 szavazókörbe volt. Közel hát de másút meg nem. Tehát én azt gondolom, hogy... Különösen, azért... hogyha másfelől meg azt hangzik el, hogy lehet, hogy csalás lesz. Tehát akkor miért nem mennek és akadályozzák meg? Igen, de másfelől azt gondolom, hogy ebből merítsünk némi optimizmust. Tehát, hogy Magyarország, mint kompország azért még sincs annyira keleten, mint mondjuk tőlük keletebbre lévő országok. De mondjuk olyan se volt, hogy ami azért országgyűlési választáson volt, hogy tömegesen szállítottak szavazókat ide. Nem, nincsenek erről különösebben sajtóhírek, tehát valószínűleg akkor ez nem volt jellemző, mert akkor nyilván ezt a sajtó fölkapta volna. És mire számíthatunk? Népszavazás után Orbán továbbra is uralja a politikai közbeszédet, napirenden tartja a migráns kérdést. Mi várható itt ön szerint 2018-ig? Én úgy gondolom, hogy nagyjából ez. Tehát az amerikai szociológiában a 60-as, 70-es években jelent meg két fogalom, mind a kettő nagyon érdekes. Az egyik a morális pánik, a másik pedig a morális vállalkozónak a fogalma. A morális pánik az tulajdonképpen ma úgy azért eléggé markánsan jellemzi Magyarországot, amikor bizonytalanok vagyunk, szorongunk, úgy érezzük, hogy összeomlóban vannak azok az intézmények, amelyek az életünk eddigi biztonságát garantálták, vagy amire úgy hittük, hogy garantálták. Félünk, szorongunk, de nincs semmi baj, mert megjelenik a morális vállalkozó. A morális vállalkozó tulajdonképpen beleszimatol a levegőbe, megérzi a morális pánik számára mámorító illatát, és rátelepszik erre a morális pánikra, irányítja, adott esetben gerjeszti is. Már az amerikai kommunikációkutatók, mondjuk Marshall McLuhan és mások már a 60-as években megállapították, hogy a morális pánik gerjesztésében a sajtónak, a médiának elévülhetetlen érdemei vannak, és a morális vállalkozó az felkínálja magát, mint megoldást a morális pániknak a leküzdésére. Tehát hogy kell ide egy erős kéz, aki bizonytalan, az valamilyen nagyon határozott dolgot szeretne az életébe, és a morális vállalkozó azt mondja, hogy kövess engem, szavazz rám, bízzál bennem,
Én meg fogom szüntetni azokat az okokat, amelyek ezt a morális pánikot előidézték. Világos, na most, ami morális vállalkozunk, azért mégiscsak vereséget szenvedett, legalábbis alkotmányjogi értelemben. Alkotmányjogi értelemben. Valamennyire érződik-e ez ő rajta, vagy elképzelhető, nem látszik, hogy elgondolkodott volna, vagy akár csak tudatosította volna, hogy ő most vereséget szenvedett, de vajon kicsit megrogyhat-e ettől? Én ezt nem így gondolom, ugyanis az a helyzet, hogy jelen pillanatban most teljesen mindegy, hogy valaki mit gondol a miniszterelnök politikájáról, vagy a miniszterelnök személyiségéről. Ő tényleg győztesnek hiszi magát? Én úgy gondolom, hogy igen, és azért azt vegyük számításba, hogy jelen pillanatban, és ez a helyzet 2018-ig én nem nagyon gondolnám, hogy változna, jelen pillanatban a politikai osztály kínálatában Orbán Viktor az egyetlen politikus, most teljesen mindegy, hogy ki hogyan értékeli a munkásságát, aki képes maga alá szervezni 2-2,5 millió szavazót, és 2-2,5 millió szavazóval lazán meg lehet nyerni a választásokat, sőt, mivel hát torzít a rendszer, a győztes nagyot győz, a vesztes meg nagyot veszít, tehát aránytalan a mandátumok elosztása. Éppen ezért, aki itt össze tud szedni 2-2,5 millió embert, az nagy valószínűséggel megnyeri a választást, sőt, akár még kétharmada is lehet, és most teljesen mindegy, hogy ki mit gondol, hogyha érzelmektől, mindenektől elvonatkoztatunk, akkor, és megnézzük az ellenzék állapotát, akkor jelen pillanatban nekem ez tűnik reálisnak. Ugyanakkor szeretnék még egy dologra utalni, hogyha a szerkesztő úr megengedik. Tehát van az a mondás, hogy aki másnak vermetás, maga esik bele. Ugyanis még a Horthy kormány idején 97-ben született a népszavazásokat illetően egy olyan szabályozás, hogy a népszavazás érvényes és eredményes, ha a választójoggal rendelkezőknek legalább az egynegyede azonos választ ad egy kérdésre. Tehát most ez a népszavazás lazán érvényes és eredményes lett volna, ha ez a szabály lép életbe. De 11-ből a Fidesz megváltozott. De 2013-ban belepiszkált a Fidesz ebbe a szabályozásba, és akkor született ez az 50%-os dolog, ugyanis valószínűleg abból indultak ki, hogy mi van, ha nem mi kezdeményezzük a népszavazást, hanem valakik mások, és szerintem a rendszer ezzel túl lett biztosítva, mert ha megnézzük a dolgot, akkor itt nagyon komoly akadályok vannak. Az első akadály a fizikai akadály, tehát az, hogy a kormány kopaszoktól be tudja járni valaki egyáltalán a népszavazási kezdeményezést, tehát célszerű kigyúrt embernek vinni, vagy esetleg a feláldozhatók filmsorozat főhőseit, Jason Statham, Jet Li, Schwarzenegger, Chuck Norris, stb. Fölkérni, hogy hát ha ez a csapat be tudja gyújtani. A következő dolog az, hogy vajon az Országos Választási Bizottság, vagy a Nemzeti Választási Bizottság az vajon befogadja a kérdést. Pont mai sajtó hír, hogy valaki beadott egy népszavazási kezdeményezést az olimpiával kapcsolatban, és visszadobták azzal, hogy a kérdés nem egyértelmű. Tegyük fel, hogy átmegy a kérdés. Akkor utána össze kell szedni 4 hónap alatt 200 ezer érvényes aláírást. Akkor összeszed valaki 220 ezeret, és mennyi lesz érvényes? Így van, és akkor majd eldöntik azt, hogy lehet, hogy nincs meg a 200 ezer érvényes aláírás. És még ezután jön deszertként az 50%-os érvényesség. Tehát itt a kopaszoktól kezdve a beépített hát jogi akadályokig már túl volt biztosítva ez az 50%, és nekem az a véleményem, hogy a népszavazás intézményét belátható ideig célszerű el is felejteni. Így van. A morális pánik meg a morális vállalkozó engem nagyon megfogott, ez nagyon jó. Adok szakirodalmat a szerkesztő úrnak, hogyha gondolja. De ezzel a morális pánik morális vállalkozóval Gyurcsány is ért 2004-ben, kettős állampolgárság idején, amikor 23 millió románozott. Igen, így van, ez tökéletesen így van, azzal az apró különbséggel, hogy akkor az ellenzék vezetőjét Orbán Viktornak hívták, és Gyurcsánynak volt egy bitangerős ellenzéke Orbán Viktor személyében. Na most jelen pillanatban hát nem eléggé... Hogy hívják az ellenzék vezérét? Nem tudom, tehát nem tudok a kérdésre válaszolni. Állítólag a kétfalkú kutyák támogatottsága már mérhető, olyan 1% körül van, most. És valószínűleg hát
megpróbálnak pártá alakulva belépni ebben a térbe, ami hát azért a baloldali ellenzéki pártoknak nem biztos, hogy jó, mert mondjuk főleg az iskolázottabb csoportok szempontjából lehet, hogy tőlük fognak leszakítani. Na most az ön egyik kollégája azt mondta, a 3,2 millió szavazó az kevesebb, mint amennyire a Fideszre meg a Jobbikra szavaztak legutóbb. Tehát azt mondta Török Gábor, hogy ez a menekült kérdés nem lesz elég 2018-ra, valami mást is elő kell húzni a Fidesznek, ha nyerni akar. Akkor előhúznak valami mást is, én szerintem ez a menekült kérdés, ez egy elég tuti dolognak tűnik. De nem az oktatást, hogy az egészségügyet fogják előhúzni. Nem. Ugyanis az objektív probléma fennáll. Tehát szóval azért félreértés ne essék, a menekült kérdés az Európa számára lehet, hogy a legkomolyabb kihívás az a második világháború óta. Csak erre nem az a válasz, hogy morális pánikot keltünk, mert ez biztos, hogy nem erősíti, hanem gyengíti a társadalmat. És ez a pánik például nem csökkenhet? Hát... Tehát, hogyha a tavalyi állapotokat nézzük, én is kint voltam többször a határon, és tényleg százassával jöttek, most meg naponta nem tudom. Eldöntendő kérdést hiba föltenni, de csak egy igen-nemre van időnk. Csökkenhet a morális pánik, hogyha nem lesz menekült? Nem tudom. Köszönjük szépen, akkor ezt majd legközelebb megvitatjuk. Nézzéknek megköszönöm a figyelmet, szemközt legközelebb a jövő héten, akkor is szerdán este, ki ne hagyják.